figyelem, próbariasztás között. A téli felkészülés több szervezetet is érint városunkban. A közútkezelő, a Volán, a MÁV és az energiaszektor képviselői közös értekezleten tárgyalták az előkészületi feladatokat, illetve döntésre és javaslattételre jogosult csoportokat hoznak létre. Nagyobb mértékű havazás esetén a helyi vagy akár a megyei védelmi igazgatási szintek beavatkozására is szükség lehet, így ennek a szervezésére és begyakorlására is gondolniuk kell. Mindig a legrosszabb szenárióra készülünk fel, ebbe beletartozik az is, hogy mi van akkor, hogyha méteres hó van, 100 kilométeres szél fúj, ezért minden egyes kockázati helyszínt a megyébe megtekintünk, közösen a közútkezelővel megvizsgáljuk, hogy a hófogók ki vannak-e téve, megnézzük azt közösen, hogy a hókotrók, a hóeltakarító gépek, berendezések felkészítésre kerültek-e, egyeztetjük a társszervezetekkel az erőinket, a képességeket, az ügyeleteket, a kommunikációs rendszerünket, az ANTS-szel pedig egyeztetjük azokat az érintetteket, akik esetleg egy hóhelyzetben ellátásra szorulnak, és azt otthon nem lehet megoldani, például a dialízises betegeket, vagy a szülőnőket. Tehát minden adatot igyekszünk begyűjteni, hogy rendelkezésre álljon, hogyha azonnali döntésre van szükség, akkor ezekkel tisztában legyünk. Az alapos előkészületi munkák mellett az állampolgárok is sokat segíthetnek. A közlekedésben az őszi-téli időszak tudatos felkészülést igényel. Mielőtt útba indul valaki, hosszabb távot szeretne megtenni gépjárművel, akkor tájékozódjon arról, hogy milyen idő várható. Ezt a meteorológiai szolgálat honlapján minden esetben megteheti, de a katasztrófavédelem honlapján is közöljük azokat a várható időjárási paramétereket, amik szükségesek ahhoz, hogy fel tudjunk készülni egy-egy ilyen útra. Én mindig azt szoktam mondani, hogy mindenki felelős családapaként vagy családfőként induljon el egy-egy ilyen útra. Tehát, hogyha én felelek a családomért, akkor nem mindegy az, hogy rövid nadrágba, papucsba indulok el télen, vagy pedig egy jól felkészített gépkocsival, amint téli gumival, ne adj Isten hólánc, esetleg egy hólapát, illetve van nálam tartaléküzemanyag, vagy egy termosz meleg tea, esetleg egy pulóver, kabát, sapka, hogyha elakad az autó, akkor mégiscsak túlvészeljek néhány órát az autóba. A téli időszak az útviszonyok veszélyei mellett a tűzesetek kockázatát is növeli. A gyertyák, mécsesek, elektromos fűtőtestek, égősorok és egyéb pirotechnikai eszközök egyaránt teremthetnek veszélyhelyzetet. A használati utasítások betartásával, felelősségteljes használatával viszont megelőzhető a baj.